A Diós Fürgepatonyi focipályáról jelentkezik a Frankó TV, és hát Bénes Lászlót már megkérdeztük a jótékonysági akcióról, megkérdeztük a Mönchengladbachról, és hát nem hagyom ki ezt az ígyszert, megpróbálom kiszedni belőle, hogy mit szól a Dac harmadik helyezéséhez, hiszen ő a Dacban is játszott, nem is olyan régen. Ugye utána került Győrbe és Zsolnár, hát ezt mindenki tudja róla. Szóval hogy értékeled ezt a harmadik helyet? Meglepett? Meg nem lepett, mert nagyon jó csapata van a Dacnak, és hát ami még szebb, hogy gyönyörű stadion épült, rengeteg szurkoló jár ki, az egész Csallóköz focilázban ég, ami nagyon jó, és hát én is követem, amikor tudom, nézem a Dac meccseit, és örülök, hogy eljutottak, vagyis hogy Európa Ligát fognak játszani, és szerintem a céljuk nekik is az lesz, hogy bekerüljenek az Európa Liga csoportkörbe, ami már gyönyörű eredmény lenne, úgy gondolom. Erre látsz esélyt? Én egy kicsit szkeptikus vagyok, megmondom őszintén, bár ne legyen igaza. Persze, esélyt. Fociban minden benne van, és minden meccs más, úgyhogy bármi megtörténhet, és ezt kívánom a Dunaszerdahelynek, a Dacnak, hogy sikerüljön nekik. Úgy el tudtad volna magadat képzelni Kalmár Zsolt mellett a középpályán? A Dacban? Hát még mikor Győrben fociztam, akkor Zsolti már ugye az A csapatban játszott, és nekem meg az volt a célom, hogy bekerüljek, és hogy vele focizzak. Nem sikerült, de hát a Dacban is el tudnám magam képzelni. Persze remélem, hogy Zsoltinak is, hogy jó szezonja lesz, és hogy oda kerül a Dacsal az Európa Liga csoportkörbe. Hát már visszatérve Kalmárra, ugye elképzelhető, hogy a Leipzig-Mönchengladbach meccsen a Kalmár és Bénes egymás ellen fog játszani. Inkább ez lenne a célod, gondolom. Hát igen, hogyha Kalmár Zsolt visszakerülne a Lipcséhez, akkor az is benne lehet a pakliban. Ugye VB következik. Alig maradt le a szlovák válogatott a VB-ről, ugye? Hogy látod a válogatottbeli esélyeidet? Most már lassan kiöregszel a 21-es korosztályból, úgyhogy ideje lenne Kozák mesternél is bekerülni, de ahhoz játszani kéne Mönchengladbachba, de gondolom ez a célod. Hát igen, még van ugye három meccsünk az U21-es válogatottal, ami hármat meg kell nyerni, hogyha ki akarunk kerülni az Európa-bajnokságra. És hát az A csapathoz meg igen, játszanom kell, az a legfontosabb. Ugye most hosszú sérülésen vagyok túl. Remélem, hogy minél többet fogok játszani, és aztán remélem, hogy számítani fog rám az edző az A csapat, az A válogatottban. De még először nem akarok olyan messzire menni, még mondom, három fontos meccs van az U21-es válogatottal. És kit szeretnél, még két kérdésem van, egy, kit szeretnél, hogyha Dac tovább jutna az első körből, esetleg a csoportkörben, akkor milyen meccsre szeretnél menni a MOL arénába? Van-e kedvenc csapatod, szívesen megnéznéd élőben a Dac ellen? Hát megmondom őszintén, nekem mindegy, hogy ki ellen fog játszani a Dac. El szeretnék jutni, igen, egy meccsre már az Európa Liga selejtezőhöz, és legfontosabb, hogy nyerjen a Dac, egy győztes meccsre menjek el. És az utolsó kérdés, 14-én kezdődik a VB, Bénes Lacus kinek szurkol, és ki fogja nyerni a VB-t? Hát szurkolni kedvenc csapatom nincs most ugye a VB-n, de szerintem a franciák fogják megnyerni, egy francia-német döntőt megnézni. Köszönjük! Én is köszönöm.